Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Álhírsüli János felmentése, az új atomerőművi blokkok építéséről tartottak tájékoztatót Pakson. Civil info, az egyszerűsödő pályázati rendszerről több támogatásról is szó volt. Ítélet, az idős embereket kirabló férfit 7,5 év fegyházra ítélte a bíróság. Antibiotikumok egyre nagyobb gondot okoznak a sokáig csodaszernek hit készítmények. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az új paksi atomerőművi blokkok építése a szükséges engedélyek birtokában kezdődhet el. Törekszünk arra, hogy minél előbb megvalósuljon a beruházás, elsőbséget élvez azonban a nukleáris biztonság betartása a kivitelezés során és a majdani üzemeltetés alatt is, jelentette ki Süli János, tárca nélküli miniszter Pakson, ahol a Parlament Költségvetési Bizottságának tagjai kaptak közvetlen tájékoztatást a Paks 2 projektről. A találkozón az is elhangzott, álhír, hogy Süli Jánost felmentenék, mert lassan halad a paksi bővítés. A jelenlegi blokkokhoz hasonlóan műszaki és biztonsági szempontból is a világ élvonalába tartozó blokkokat fogunk építeni, mondta a Parlament Költségvetési Bizottságának Pakson tartott kihelyezett ülésén Süli János. A miniszter a bizottság tagjait részletesen tájékoztatta a Paks 2 projekt aktualitásairól, az atomerőműben és az építési területen tett látogatás során, majd a bizottság ülésén. Örülök annak, hogy a Költségvetési Bizottság ülése lehetőséget adott arra, hogy egyébként számos kérdés sikerüljön tisztázni. Egy tisztességes tájékoztatást kaptunk, bár sok vita maradt még, láthatóan van miről még beszélnünk. Éppen ezért akár a megtérülés, akár a társadalmi tájékoztatás vonatkozásában, de a mai napot azt én eredményesnek tekintem. Süli János azt mondta. Az ország ellátás biztonsága érdekében szükség van az új paksi atomerőművi blokkokra. Magyarország csak így tudja garantálni, hogy szén-dioxid kibocsátás nélkül, időjárástól függetlenül, biztonsággal rendelkezésre álljon a lakosság és a gazdaság ellátásához szükséges villamos energia. A kivitelezés a szükséges engedélyek birtokában kezdődhet el, ennek során és a majdani üzemeltetés alatt a biztonság minden más szempontot megelőz. Mindenkor elsőbséget élvez a nukleáris biztonságnak a betartása. Ezt tartjuk mi szem előtt, mint műszaki emberként ezt tudjuk szem előtt tartani, és persze törekszünk a lehető leghamarabb megvalósításra. A Paks 2 Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a tájékoztatási munka kapcsán elmondta. A Paks környéki településeket az engedélyezés során személyesen keresték fel, a fontos mérföldköveknél országos tájékoztatást végeztek, az atomerőmű látogatóközpontjában Paks 2-es információs sarok érhető el, az interaktív kamion pedig házhoz viszi az információt. Mitler István a miniszter felmentésével kapcsolatban felröppent hírre azt mondta, álhírről van szó, ezért a továbbiakban ezzel nem kívánnak foglalkozni. Ezt később a kormány szóvivő is megerősítette. Jelentős feladatokat vesz le a kormány válláról a civil szféra, ezért minden fillért megér, jelentette ki Szalai Dobrovnicki Vince, a miniszterelnökség helyettes államtitkára a Civil Info című tájékoztató napon Szekszárdon. A szakmai napon elhangzott, jövőre jelentősen egyszerűsödik a civil szervezetek élete, átalakul a támogatási rendszerük. Mintegy 6 milliárd forintra pályázhatnak majd, de mindent beleszámítva az állam 250 milliárd forintot költ a civil szférára 2019-ben. Ezek a rétesek, sőt maga a Pünkösdi Fesztivál sem jött volna létre a vátaszéki civil szervezetek tevékenysége nélkül, az egyesületek minden helyi rendezvény szervezésében részt vesznek. Az állam is tudja, hogy a civil szervezetek jelentős terhet vesznek le a kormány válláról, amikor olyan feladatokat látnak el, amire nincs kapacitása az államnak, ezért kell őket még jobban támogatni, mondta Szekszárdon Szalai Bovrovnicki Vince, a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Manapság Magyarországon nagyjából 250 milliárd forintot költünk a civil szférára. Ez részben kormánypénz, részben EU-s pénzek. Én azt gondolom, hogy ez jelentős, és nyilvánvalóan látható a sokszorosa annak a 6 milliárdnak, amit mi fogunk majd jövőre ilyen vagy olyan módon szétosztani.
A szakmai napon elhangzott, jövőre egyszerűsödik a civil szervezetek élete, átalakul a támogatási rendszerük. 19. januárjában indul az új rendszer, ezen túlmenően van egy apró törvénymódosítás, ennek keretében azt tudom mondani, hogy több intézkedés segítségével a pályázati rendszer egyszerűbb lesz. Az egyik példa az az, hogy most már lehet összevontan pályázni a szakmai és a működési keretekre. Horváth Kálmán kormány megbízott a szakmai napon azt mondta, fontos támogatni a civil szervezeteket és minden értékes információt megadni nekik. Fontos dolog az, hogy az állami szervezeteken kívül a civil szervezeteknek is legyenek olyan lehetőségei, ahol információkat cserélhetnek. 2012-ben indult el a Civil Információs Centrum. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a civil szervezeteknek segítséget, részben jogi, részben gazdasági, egyéb segítséget nyújtanak abban, hogy a tevékenységüket a jogszabályoknak megfelelően tudják végezni. A civil szervezetek egyébként átkerültek az Emberi Erőforrások Minisztériumától a miniszterelnökséghez. Így az új pályázatokat az utóbbihoz tartozó Bethlen Gábor alap írja ki 2019 elején. Több asszonyt kirabolt egy férfi magyar keszin tavaly május végén. Az egyik nőt annyira megverte, hogy több helyen eltört az arcüreg csontja, betört az orra, bevérzett a szeme, és több mint két hónapig tartott a felépülése. Mindezt néhány tízezer forintért tette a férfi, akit a bíróság jogerősen 7 év 6 hónap fegyházra ítélt. Üzenetet hoztam, ezzel a kijelentéssel jutott be egy 28 éves férfi egy 70 éves asszony családi házába Magyarkeszin tavaly májusban. A férfi kész szorított a nő nyakához, és követelte, hogy adja oda az összes készpénzét. Némi lögdösődést követően közel 60 ezer forinttal és egy mobiltelefonnal távozott a házból. Ez azonban a rablónak nem volt elég. A férfi néhány órával később bement egy másik családi házba is, ahol ismét előrántotta a hatalmas kést, és mivel a ház 71 éves tulajdonosa egy német állampolgár volt, az asszony anyanyelvén követelőzött. Ám a nő nem adta oda önszántából a pénzt, ezért a késnyelével többször fejbe verte az asszonyt, akinek több helyen eltört az arcüreg csontja, betört az orra és bevérzett a szeme. Több mint két hónapig tartott a felépülése. A férfi végül 14 ezer forinttal, 200 euróval és egy bankkártyával távozott a megvert nő házából. Ám a férfit a rendőrök elfogták, bíróság elé állították. A másodfokú tárgyalása Szekszárdon zajlott. A szekszárdi törvényszék másodfokon eljárva helyben hagyta a Tamási járásbíróságnak az ítéletét, melyben két rendbeli rablás büntettében, egy testi sértés büntettében és egy rendbeli készpénz helyettesítő fizetési eszköze visszaélés vétségében mondta ki a vádlottat bűnösnek, mindezért 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte korábbi felfüggesztett börtönbüntetései végrehajtását is. Az ítélet jogerős. A férfi legkorábban 5 év múlva szabadulhat a börtönből. Egyre komolyabb gondot okoznak a mindennapi egészségügyi ellátásban az antibiotikumok. A baktériumok, amik ellen ezeket a szereket kifejlesztették, hihetetlen gyorsan válnak immunissá az antibiotikumokkal szemben. Az egyik szekszári gyógyszertár vezetője azt mondja, az elmúlt években az orvosok már sokkal kevesebb ilyen gyógyszert írtak fel, de szerinte még így is túl sok antibiotikumot veszünk be. Az antibiotikumok története közel 100 éves. Az első igazán sikeres ilyen készítmény a penicillin volt. Az orvostudomány ezeket a szereket baktériumok okozta betegségek ellen használja. Néhány éve vált nyilvánvalóvá, hogy a kelleténél többször alkalmaztak évtizedeken keresztül antibiotikumokat az orvosok, ennek pedig veszélyes eredménye lett. Nyilván ebben benne van az is, hogy a terápiás hatékonysága lecsökkent. A baktériumok gyorsabban reagáltak az antibiotikumok hatásaira, mint azt a tudomány feltételezte, ezért jelentősen csökkent ezeknek a szereknek a hatékonysága néhány év alatt. Ezt mondja ez a szekszárdi gyógyszerész. Egyes esetekben 200 g, 20 dekagram fehérjét kell a szervezetnek legyártania, ez 4-5 napot igénybe vesz. De ez nem tud kialakulni, ez a folyamat, a tartós védettség nem tud kialakulni, hogyha mondjuk antibiotikum szedéssel 2 nap alatt kizavarjuk a szervezetből a kórokozókat, és a szervezet továbbra is védtelenül áll a következő fertőzéssel szemben.
ez okozza a másik gondot az antibiotikumok kapcsán, vagyis hogy meggátolják, hogy a szervezet önmagától kezdje el ledolgozni a baktériumok okozta tüneteket. A szakértő ezért azt mondja, érdemes nem antibiotikum hatóanyagú gyógyszereket használni, például egy egyszerű megfázás esetén, és ezt egyre többen tudják is. Örvendetes módon kevesebb antibiotikum fogy itt a gyógyszertárakban. Talán egy icipici kritikát azért gyakorolnék, hogy talán többször nyúlnak az orvosok a szélesebb spektrumú, talán nem az egyszerűbb esetekre való antibiotikumokhoz, egyszerű légúti fertőzések esetén is. Az antibiotikumok veszélyeit egyébként már a gyógyszergyártók is elismerik, ezért évről évre egyre kevesebb ilyen gyógyszer kerül a piacra. Elektromos buszok, kerékpárok és rollerek járják 2019-től Paks utcáit. 5 töltőállomást és több buszgarást alakítanak ki. Az elektromos kerékpár és roller megosztó rendszert, azaz a PACIT városkártyával és applikációval is használhatják majd a lakosok. A rendszerbe lakossági kérésre az iskolabuszokat is bevonják. A paksiak a buszok útvonalára is javaslatokat tehetnek majd, ugyanis lesz egy igényvezényelt szolgáltatási eleme is a paksi tömegközlekedésnek. Ehhez azonban egy 35 fős sofőrgárdára van szükség. A rendszer részleteiről, a sofőrök képzéséről a projekt vezérigazgatója tartott lakossági fórumot Pakson. Már folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, még mindig nagyon kevesen tudnak arról, hogy mi épül ki, illetve hogy mennyire fontos az, hogy most részt vehetnek abszolút a rendszer kialakításában, meghallgatjuk az egyedi ötleteket, észrevételeket, és ez alapján próbáljuk kialakítani magát a közlekedési rendszert. A MOL bruttó 5 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken. A mérsékléssel a benzin átlagára 364 forint, a gázolajé pedig 415 forint lesz. Önerőből segíti szociális tűzifával a városban élő rászorulókat a szekszárdi önkormányzat. A Tolnai megyeszékhely nem jogosult a belügyminisztérium évenként az 5000 fős lakosságszám alatti települések számára meghirdetett szociális tűzifa programjára, amire idén összesen 2255 község és kisváros nyújtott be pályázatot. Szekszárdon ezért most kellett dönteniük a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságában helyet foglaló tagoknak arról, hogy honnan szerzik be a rászoruló lakosság számára ingyenesen biztosított tüzelőt. Hárman jelentkeztek gyakorlatilag. Én nagyon sajnálom, ugyan volt egy szekszárdi cég is, de a végül is nem adott ajánlatot. Egy úgynevezett nem szekszárdi cég fogja ezt elnyerni. Mindegy 11 milliós nagyságrendű ez a tűzifa támogatás. Ez néhány száz embert érintő, akik szociálisan rászorultak. Azt gondolom, hogy a közeljövőben erre is szükség lesz, hisz azért erősen a fűtési szezonban vagyunk. Idén is ajándékcsomagot kapnak a szekszárdi szépkorúak. A tavalyi évhez hasonlóan minden regisztráló megkapja december közepén az ajándékot, melyben 8 féle termék kap helyet. A nyugdíjasok kívánsága szerint élvezeti cikkek és tartós élelmiszerek is lesznek a csomagokban. Ezek a csomagok tavaly találtak gazdára, amikor a polgármesteri hivatal először szervezett a szépkorúaknak adakozási akciót. Akkor 3700 ajándék talált gazdára. Az idősbarát önkormányzati díj kötelezi a várost, hogy folyamatosan gondoskodjon a szépkorúakról, így folytatja a tavalyi kezdeményezést, mondta mai sajtótájékoztatón Ács Rezső. Idén 8812, 62 év felett itt tart nyilván a város. Csak annyit szeretnénk, annyi csomagot megvásárolni, amennyire valóban szükség van, és csak azoknak, akiknek valóban szükségük van rá. Tavalyi év egy nagyon tanulságos év volt, benne jó elem volt benne, amit még csiszolni kellett, ami mindenképpen jó volt, az, hogy gördülékenyen tudtuk kiosztani a csomagokat, amin csiszolni kellett az a beltartalom. Ez most azt gondolom a tavalyi tapasztalatok elmondása alapján, illetve az időskori klubok elnökeivel, vezetőivel folytatott beszélgetés alapján összeállt egy olyan csomag, amiben élvezeti cikkek, édességek és tartós élelmiszerek is vannak, 2,5 kiló egy csomag, mintegy 2500 forintot érnek, és minimum 8 terméket kell tartalmazni. A csomagok átvételét megelőzően november 25 és december 6-a között kell regisztrálnia annak, aki igényelni szeretne a csomagokból. Minden regisztráló megkapja a maga ajándékát, mondta a város vezetője. A regisztrálóknak nevüket, lakcímüket és születési évüket kell megadniuk. Az átvételhez a hivatal kéri, mindenki vigye el a személyigazolványát, vagy adjon megbízást, ha nem tud személyesen elmenni a Garai térre átvenni az ajándékot. Regisztrálni lehet a szépkor@szekszard.hu oldalon, vagy a 74 504 172-es számon.
Az ajándékcsomagokat december 6-a és 14-e között kapják meg az igénylők. Országos Székely Néptánc Fesztiválnak ad otthont Bonyhád a hétvégén. A szervezők örömére a vártnál több 57 egyéni táncos és páros jelentkezett a vetélkedésre. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 7. alkalommal hirdette meg idén a Sebestyén Bada Ferenc szóló és páros táncversenyt. A találkozóra két évente kerül sor Bonyhádon. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége azt a célt tűzte ki a verseny elé, hogy az eddigieknél is szélesebb körben tegye ismerté a hagyományos tánckultúrát. Ennek megfelelően minden eddiginél több jelentkezés érkezett. 57 jelentkező van, ugye hát itt természetesen van szóló is, ahogy említettem, tehát páros, úgyhogy az ország több részéről, hiszen Gencsapátitól kezdve Gara, Kakajt, hiszen ugye onnan indult az egész, tehát nagy öröm számunkra, hogy minél szélesebb körbe tudjuk, és bízom benne a közeljövőben, illetve két évente ugyanúgy hasonlóan tudjuk majd meghirdetni. A versenytől a szervezők azt is várják, hogy az eredeti tánclépések és koreográfiák köszönjenek vissza a színpadról. Mint ahogy Borbély Joli néni nem egyszer Isten nyugasztalja, említette, hogy vissza kell lépni és meg kell nézni, hiszen nagyon sok felvétel készült. Itt is szinte kötelező, ugye természetesen, hogy a táncaikban azokat a idős embereknek a táncai visszaköszönjenek, mint például Sebestyén Bada Feri bácsinak a tánclépései, és ez ugye kötelezi őket, és bízom benne, hogy magasabb szintre juttatja a táncosokat is. A találkozóra szombaton kerül sor a Bonyhádi Vörös Marti Művelődési Házban. A versenyprogramok 14 órakor indulnak, a legjobbakat a 18 órakor kezdődő díjátadó után láthatja a közönség. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk a híradót. Virtuális ismerkedés a szakmákkal, Pécsen járt a Szakmavilág Roadshow. Lóárverés, kis csikók találtak új gazdára bőszénfán. Előadások, kiállítás és dokumentumfilm vetítés, kétnapos konferencia a Málenki Robot időszakáról Pécsen. Virtuális világba csöppenhettek pécsi iskolások a Szakmavilág Roadshow kamionjában. 4 szakmacsoporttal ismerkedhettek meg a gyerekek a járműben. Kedvcsinálónak szánják a kezdeményezést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. A kamion november végéig járja az országot. Szakmavilág Roadshow olvasható azon a kamionon, amelyik a nevelési központ iskolásaihoz látogatott el kedden. Bent a járműben virtuális világ várta a gyerekeket. 4 szakmacsoporttal ismerkedhettek meg VR szemüvegek és kontrollerek segítségével. Én is most 8. vagyok, és szakmát kell választanom, vagy hogy mi szeretnék lenni, és hát itt a divatot próbáltam ki, hát szabás volt, hogy ugye vágni kellett, és egyébként szerintem nagyon jó volt. A divatipar mellett járműipar, vendéglátás, építőipar. Ezeken a területeken kellett feladatokat megoldaniuk a fiataloknak. Az autós például gumit tud cserélni, és olajat. A vendéglátós sült krumplit és hamburgert készít. A kreatív és divatiparos egy klassz ruhát tud tervezni és kiszabni. Az építőiparos pedig kipróbálhatja, hogyan épül föl egy épület, tetőt tesz rá. Azonban ez csak játék, arra jó, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését. Valós környezetben is megmutatják a pályaorientációs munkatársak a szakmákat, mondja a helyi iparkamara munkatársa. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara indította el a kamiont október elején. Közel 40 településre jut el az országban november végéig. Pécsen 230 pályaválasztás előtt álló tanulót fogadta a Szakmavilág Roadshow keretében. Kiváló fajta munkavégzéshez mégis manapság leginkább hobbiként vagy tenyésztésre tartják a magyar hidegvérű lovakat. Az idén született kiscsikók találtak új gazdára a Somogy megyei bőszénfán. Itt évente egyszer tartanak lóárverést, ezúttal 19 állatra lehetett licitálni. 410 ezer forint először, 410 ezer forint az ajánlat először, 410 ezer forint másodszor, 420 ezer forint először,
Végül ennyiért talált új gazdára ez a csikó. Voltak lovak, amelyekért egymás után érkeztek a licitek a bőszénfán rendezett magyar hidegvérű lóárverésen. A leendő vásárlók az állat több tulajdonságát is figyelték felvezetéskor. A küllem és a tenyésztés szempontjából a felmenői, hogy mégis miket örökítenek, és hogy hogyan tudom én is tovább örökíteni csikókba ezt majd a jövőben. Dicsérd 181-es Rudinak a csikója, egy pejszínű. Voltak, akik vásárlási szándékkal érkeztek a Somogy megyei településre, sokan viszont csak nézelődtek a lóárverésen, vagy a jövő lehetőségeit keresték. Van már ugye 4 lovam, 2 arab és 2 hidegvérű. A 2 hidegvérűt azt a tavalyi évbe vásároltam, és hát most lesznek 3 évesek, elkezdem a tenyésztést is. Elsősorban azért vagyok itt, hogy a méneket nézzem, amivel fedeztetni lehet. Évente egy alkalommal rendez lóárverést a Kaposvári Egyetem vadgazdálkodási tájközpontja. Ilyenkor általában az adott esztendőben született, leválasztott csikókra lehet licitálni. Ma már úgy tűnik, hogy a ló látványa, a szépsége, megjelenése az, ami megfogja az embereket, a tenyésztőket. Nagyon kevesen dolgoznak ma már lóval. Ez kiváló fajta egyébként arra, hogy munkát végezzünk vele. A bőszénfai lóárverésen 19 csikóra lehetett licitálni. A limit 300 ezer forintról indult, és átlagosan 410-490 ezer forintért találtak új gazdára. Kétnapos nemzetközi konferenciát szerveznek Pécsett november 23-án és 24-én. A rendezvényen a Málenki robot időszakát kutató fiatalok mutathatják be eddigi eredményeiket. A találkozó alkalmával előadások, kiállítás, könyvbemutató és dokumentumfilmvetítés is várja az érdeklődőket. Végre erre a témára rendkívül nagy figyelem. Ez a Málenki robot időszaka. A gulág gup világerekbe hurcoltakról, túlélőkről, az 1944-45 közötti időszakról készült kutatások eredményeit nemzetközi konferencián mutathatják be a téma fiatal kutatói. Az eseményt Pécsett rendezik meg november 23-án és 24-én. Ez egy nagyon jó lehetőség, amit ők most megkapnak. Ez egyrészt, hogy tényleg prezentálni tudják az eredményeket, beszélhetnek arról, hogy mit értek el. Ez nyilván egy bemutatkozás, tehát ennek valószínűleg visszhangja lesz. Úgy néz ki, hogy kiadvány is fog ebből készülni, az pedig ugye már tényleg nagyon sok emberhez eljut. Megmutathatják magukat, megmutathatják azt, hogy mit csináltak. Ennek a második világháború utáni eseménynek már több mint 20 éve folyik a feltárása Baranya megyében is. Az elhurcoltak közül, akik hazatérhettek, teljes titoktartásra voltak kötelezve, így a kutatómunka is hosszadalmas, hangzott el a konferencia sajtótájékoztatóján. A megyéből körülbelül 216 településről közel 6000 embert hurcoltak el. Nagyon sokukat pici gyerekük mellől, vagy több gyerekük mellől, vagy idősszülők mellől, és úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy erről minél többen tudjanak, hiszen majdnem 60 évig tabu téma volt. És ezért szervezzük a konferenciát, ezért örülünk, hogy van egy emlékmű, ahol minden évben november 25-éhez kötődően meg tudunk emlékezni. Az előadások mellett a Málenki robot időszakáról szóló dokumentumfilmvetítéseken is részt vehetnek az érdeklődők, de kiállítást és könyvbemutatót is szerveznek a kétnapos konferencián. A rendezvény pénteken délután 4 órakor veszi kezdetét egy megemlékezéssel a Szovjetunióba elhurcoltak emlékművénél. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Álhír Süli János felmentése, az új atomerőművi blokkok építéséről tartottak tájékoztatót Pakson. Civil info, az egyszerűsödő pályázati rendszerről több támogatásról is szó volt. Ítélet, az idős embereket kirabló férfit 7,5 év fegyházra ítélte a bíróság. Antibiotikumok egyre nagyobb gondot okoznak a sokáig csodaszernek hit készítmények. Csütörtökön borongós, ködös, nyírkos szürke idő várható, pár fokos enyhülésre van kilátás, szemerkélő eső a délelőtti időszakban fordulhat elő. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!